Közel 10 éve atlétizálok, és elmondhatom, hogy eléggé folyamatos fejlődésben vagyok. Gyerekként a korosztályos versenyeken tudtam nyerni, illetve mindig dobogóra kerülni, és főleg az utóbbi években azért már a hazai élmezőnek egy meghatározó alakja vagyok. Többször jutottam már ki Európa-bajnokságra. Aztán 5.-6. osztályban ismerkedtem meg az egyik osztálytársammal, aki atlétizált. Ő volt az a srác, aki rendszeresen megvert a kerületi futóversenyeken. Elég régóta foglalkozom a futással, 7 éves korom óta rendszeresen űzöm ezt a sportágat, 10 éves korom óta versenyszerűen, úgyhogy ez egy hosszú építkezés folyamata, és az elmúlt években kezdett kialakulni az, hogy már nemzetközi versenyeken is hál' Istennek tudok egyre jobb eredményeket elérni. A Beacban egyre népesebb csapat van körülöttem, bár a többiek jellemzően inkább középtávfutók, tehát elég sok edzést kell egyedül végeznem, de azért így sem lehet panaszom, mert vannak még tehetséges futók a környezetemben. Ugye én régebben kosárlabdáztam, és utána történt egy nagy váltás az életemben, amikor elkezdtem atletizálni. Ez olyan jól sikerült, hogy itt is ragadtam. Immáron most már 7 éve atletizálok, és bő 2 éve itt a Beac színeibe. Ennek nagyon örülök, és a jövőmet is így tudom elképzelni. Felkészültél már, hogy Dani Árod megver? Dani Árod néha meg szoktam verni. Én próbálom a hangsúlyt a futás részére tenni, mivel nekünk az a befejező szám, és oda kell minden erőt fókuszálni a legvégén, ott dől el a verseny. Igazából az úszáson és a kerékpáron elveszteni tudod a versenyt, a futáson pedig megnyerni.